nincs. Kettes kész. Négyes kész. Kell a tartály? Három tartály vagy. Akkor indítom. Én megtartom. Esetleg hogy átfariáljuk a fegyvercetet? Hallod? Ez a megjelenő hadit micsoda? Nekem az nem kell. Milyen megjelenő had? Ja, rámentettem. Ez a mini had. Hiha. Nagyon jó dolog, hidd el. Na jó, csak hát már. Nem tesz, hogy kikapcsolni kézileg. Az missionben kell. Ja, de ez csak F-16 látja, mi? Mindenkinek, aki izé... Mondna. FT3. Ilyen nincs a valósebb, ugye? Hát ma már fisak célzás is van, úgyhogy ez nem egy nagy dolog szerintem. De szó szerintem válcsosak célzás. Azért mondom, hogy ez a kivetített mini had, ez nem egy olyan nagy dolog, hogy ne lehessen. Persze, hogy nem. Ez semmi se igazából. Hát csak minek tudod. Mit minek? Azért, mert ez való. Tehát, hogyha elfordítod a fejedet, akkor is látod az azért. A hudot. Így van. Ami nagyon jó, például a dogfight közben tök jó, hogy tudod, hogy milyen magasan vagy, meg milyen irányban állsz, hogyha... Főleg, hogyha... Rolling. Csőlátásod van. Meg ha a stól közelben vagy, 150 csomónál, akkor látod, hogy jobban már ne húzd, mert különben átesel. Én készen állok, 4-es készen áll. Úgy, csak nekem más a festésem, mint nektek? Igen. Nem baj. Na, hát akkor róla. Nektek néztem. Kettes gurul. 12 TH-s van. Mondjuk nem tudom, hogy itt a tökünknek mennyi értelme, mert úgyis eldobjuk az első összecsapásnál, nem? Én nem biztos. Hát, nem kéne. Istennek legyen hálám, ott voltodok oda. Én elszoktam rögtön, mert a Mirage nagyon legyen gíti. Na, ha mostantól kifagynék, akkor az át azért van, mert rögzítek. Ki a hármas? Na jó, de nincs odaírva a gép felé a neved. Ki van kapcsolva a labelek? Miért te használsz labelt? Nem használok. Azért mondom, hogy nincs felírva a neved. Nem is tudnék azzal játszni, engem zavarna. Ez a HD szavar egy kicsit mindig. Én mondjuk olyan HD-re ölnék a Mirage-ba néha. Meg mondjuk a sisak célzóért az A10-be. Az valahogy epic volna. Én az első hónapban játszik, hogy még összek kell. Viszont akkor még úgy... F2-es nézetben nézegettem a repülőt, meg repülőket, szóval az úgy elég ilyen... gyerekes volt. De milyen epic lenne, mert A10-e végigrepülök a
Zónaföld, és ahova oda nézek, Mark Point, következő rárepülésnél már megy rá a mindegyik a Maverick. Te mondtál meg, te csinálj ezt is. A bal oldalon a pályázatban jobb oldalon állt, szóval megvan. Vagy te közét rá? Jöjjön, mert fel is szállsz. De menjünk sorba, szálljunk föl. Jó, majd. Kettes felszáll. Győzöm. Hogyan lehet ezt lehalkítani? Micsoda? Ez egy webszak. Ezt nem tudom, hogy járom, vagy lett. Kettes airborne. És jobb shift M-be. És nyom meg, addig, igen, és addig mond, hogy players communication. Kettes csatlakozik. Egyes magasság. Hármas van, négyes van. Kontakt 250, 35 mérföld. Kettes megerősíti. Meg 14 000. Baget, Airborne. Elég sok kontakt. Első az enyém. Második kettesé, harmadik hármasé, és így tovább. Kettes. Airborne. Hány mérföld? 30. És megyek föl 20 000-re. Egyelőre nem foglalkoznak elő. Most turning hot. Spike 12 óra. Az a gond, hogy nem tudom, hogy ki hol van. Én a másodikra lövök. Én az utolsóra. Jó, tehát az ilyen... Fox 3. Lesz. Fox 3. Pitbull. Kifordul az enyém. Break high. Fog párok. Missile launch. Fox 2, Fox 1. Le.
Fox 3. Short. 3-1-2-1-2-1-2-1. Splash. Kontakt 2-35-ön. Coldba. Magasság. Angel 20. Üldözöm. Tíz mérföld. Fox 1. Splash. Fox 3. Úr irány. Ő 2-5-0. Abba irányban jött, hogy nem látok semmit. Hol mögöttem vagytok, hogy most el... Meg fogyasztja a külső tartályokat. Fox 3. Gun kill. Na, hol a kikert? Szép volt, láttam. Ah, akkor te lőtted, oké. Küldtem rá egy rakétát, de... Hopps, valaki elkapott. Ja, közgúz. Én nem rád küldtem a rakétát. Igen, de ugye, mivel hogy a te rakétád Emrem volt, Fox 3, ezért ugye amikor bekapcsolt, én voltam ott. Basszus, bocs. Semmi baj, ettől féltem egyébként. Semmi baj, indítok újat. Ti nem tudjátok megsemmisíteni, ugye a rakétát miután ellővitek? Nem. Na, akkor waypoint 1-nél fűsünk össze. Nekem van egy kontakt még itt, 30 mérföldre, irány 0-5-0. Nekem kontaktunk a 2-2. Én látok két 31-es spike-ot. Igen, azok jönnek onnan. 0-2-2 spike. Akkor menjünk arra mi is. De vannak 29-es spike-ok is. Egyébként a Mirage-nak bugos a Gumpy pörje. Valaki, aki pont mögötte van a 31-eseknek, az egyik most tér ki. Balra. Én a... Valaki mögötte van, van mégünk? Igen. Az egyik dekkel van.
Rolling. Splash. Mindenkit 31-es lelőttétek? 4-et lőttem le. Két 29-es spike-ot látok. Megerősítem. Én is. 20 mérföldre. Irány? 3-0-0. Akkor forduljunk arccal arra. Irány 3-0-0, itt van, mert 2000-es magasságon. 3-4-cél. 25-ösök. Spike, 11 óra. Airborne. Még 25-eket is találtam. Igen, ezekre, azokat mondom. 4-en vannak. Várjatok, jövök. Fox 3. Miért nem használja a külső tankokat? Tele vannak. Splash. Oh, még indít ott az egyik. Megyek utánatok. Jó, akkor a következő. 290 irány 70 mérföldet az ökvasság. Valakit fogok radarral, az kicsoda. Én vagyok Miért nem mész haza akkor rearmolni? Az lesz... Melyik városról jöttünk? Majkok, Majkokról jöttünk. A Majkok, oké. Jó, én bingón vagyok, pedig volt két teli tankom, illetve három. Érdekes nekem azt fogyasztja. Érdekes nekem 15 000. Nekem is 15 000 van. Mindegy, visszamegyek esetben főszorok. Jó, hát menjetek tovább Waypoint 2-re. Én meg visszamegyek tankolni. Jó, feljöttem 19 000 lábra. 290 irányra megyek. Akkor kettes waypointra megyünk? Igen. A kettes waypoint az nekem innen... innen 2.13-ra van. Nekem 2.06. Akkor az lesz az, oké, melyek arra. 16 000-en vagyok. Tartok oda. Milyen magasságban vagytok, fiúk? 10 000. 18 000. Én 16.
Irányom 2, 1, 5. Valaki miért? Buddy, 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 buddy. Kanskaya, Ford, 1-4, request navigation assistance. Én 16 mérföldre vagyok a kettőtől. Én két pászka, és nem tudom milyen messze. A két perc fölött írja. Vision. Ja, kapcsolját navigációval, akkor egyes. Ja igen, 13. Ja, látlak is. Nem ment. Megyek a jobb szárnyadhoz. Oké. Én 8 kilométerre vagyok. Még 29-es sugárzás. Igen. Szintén. Hát addig avacs leszek nektek, mert hogy látom őket. 288 100 km. Hát akkor arra tök fölösleges. Kettőim vannak. Tök fölöslegesen ne forduljunk rá, nem? Nekem van egy Fox 3-am és egy Fox 2-m. Két Fox 1? Négyen vannak, úgyhogy... Mondom, két fejvendőben van, ez nem még van Gunnom. Az nekem is. Én teljes fegyverzetben vagyok még. Nem is lőttél semmit. De, csak már azóta leszedett gúz. Ja, yeah, bocsi. Semmi baj, előfordul. Főleg az Emrenna. Rájuk fordulunk, hogy megvárjuk a többieket. Ráfordultam. Akkor fordulok én is. Bár mondjuk azért a... 4-2 az egy kicsit erős lesz. 3, én is jövök. Ja, igaz. Akkor 3v4. Az úgy már jó lesz. Oké. Igen? Igen. Most már jó irányba mész. Úgy csökkentem a magasságot. Kanskaya, Ford, 1-4. Request navigation assistance. Miért csökkented a magasságot? Minél magasabban indítasz, annál nagyobb a tálati esélyed. Ez lehet, de alacsonyra tudod dogfightolni. De neked még lenne egy Fox 3, neked mondjuk jobb lett volna magasról azt indítani, mert nagyobb a hatóra. A Fox 3 az... És? De ha magasról indulsz nagy sebességgel, akkor a helyzet energiát, meg a mozgás energiát kihasználva nagyobb a rétet. Egyébként én még nem látom a radaron őket. Én már látom őket. Én 30 mérföldre vannak, és most fordulnak ránk. Havasságuk? Megvannak. 3000-5000 talán? Egymás hegyén hátán vannak. Igen, nem tudom ki targetolni, próbálom. Egyet fogok, a 25 mérföldön lévőt. Hát is engem mér. Nekem flankelve van. Ez a jobb oldali. Fox 2.
Fox egy? Missum. Okay, jön egy rakéta. Lesz. Na nem. Elrested. Van only. Fox egy ügén. Ez elkapott. Flash. Veszállt a hidraulikán. Nem tudom mire annyit a megért. Egyes lehet még egy taxi. Van valahol meg? Fox 2. Kik szálltak le? Én, meg... Vélem. Én is a földön vagyok. Akkor jó. Most én is lányos. Pont elfogyott a flare-em, amire kellett volna. Nekem van a blind spotból indított a... Nem láttam az R73-at jönni. Megálljunk itt a flight, vagy ennyi a próba, rendesen itt. Megyünk egy kicsit a C-130-ak mellé, mert hát ha jön valaki még. Splash. Szállok fel. Még elvileg van egy MiG-29 a levegőben. Gyakorlatilag is van. Húz, neked. Neked 80 fokra. 13 8. mérföld. 80 fok 13 vettem. Cold. Ezt még itt befejezem, mert nem akar lezuhanni, vagy lezuhan már szerinted? Az már megy le, oké. 80 irány 080. Most már 090, 17 mérföld, cold. Vettem. Visual. Milyen jó, hogy onnan mér már engem. Rolling. Ez baráti. Arra lehet, hogy az Evex-et látod? De van egy 29-es előttem, de azt nem látom a radaron. 102 irányban, 20 kilométerre, 11 ezeren, 10 ezeren süllyed. És gyorsít. Megvan. Igen. Vécé kapcsolat ki. Kikapcsoltam. Köszi. Főleg ilyen dogfight távolságnál fölösleges is, mert csak jobban fog a rakétája. Igen, azt olvastam én is. Igazából túl messzi se jó, mert akkor hamarabb kiszúrnak, meg közel sem. Szállok föl. Fordul rá. Bingón vagyok. Csak le. Jó, azok már tudjuk. Bingón felállt. Tudom a hegyeket. Megvan.
Ez már szerinted az unalva, hogy még kell neki? Akkor én is leszállok, mert mindjárt 500-on leszek fuelba. Akkor megyek a kettes waypointra. Arra meg is mutatja, úgy, hogy egy van. Gyere, mert én tudom, hogy négy darab mikrofonkülönte. Majkopról szálltunk fel, ugye? Igen. Igen. Végre elkezdtem használni is a navigációs rendszerét a Mirage-nak. Egyes, hogy áll? Tankolnak. Huszonkilences besugárzás. Honnan? Krimskről most mondom. Szállnak fel. Ah, most én is látom. Ne menj oda, gyere vissza. Várj meg minket. Ilyen kettes waypointra megyek, és ott fogok enkorolni. Búz 272, 84 km. Köszi. Valakit repülőn felettem. Ez én vagyok. Godspeed. Vizuál F-15-re a tó fölött. Ez én vagyok. Várjuk meg a többieket. Teszek egy kört nekik cold irányra. Egyet nem értem. Újra vannak téve a tökök és az üzemanyag szinten nem bár. De ugyanúgy maradt ez a 14 ezer. Reloadot is kértél? Vagy csak ezért, vagy jöhet a tervezetet is kértem, persze újra, illetve a kököket is kicseréltem, és nem változott a tizanyag mennyiségem. Ugye a saját tizanyagát nem használtam, csak a kököket használtam. És mégsem töltöttem fel. Nem értem. A csúszkát felhúztad? Persze, persze, az 100-an is volt. Tehát a fuel 100%-on volt, ugye elvileg csak a kököket fogyasztottam. Újra fegyvereztem, minden is nulla. Tehát ugyanúgy maradt az üzemanyag. Egyes indít. Illetve nem. Meggondoltad magad? Nem raktak föl nekem ezért. Fegyvereket most rakják, bassza meg. Na jó, most indítok. Na mindegy, kettes és indít. Itt az F-15-ben most nem veszek észre FPS különbséget, pedig már rögzítem egy jó ideje. Azt számítom úgy, hogy a műszerfal klikkelhető vagy nem? Hogyha a videó teljesítményben? Nem sokat. Ricsi, csak FYI mondom, hogy körülbelül egy percen belül felszáll 4 darab MiG-29 vagy Su-27 Krasnodar Centerből.
ami neked 16 km nagyjából jobbra. Igen, neked olyan, ja, neked 3 órára. Jelen, helyedbe tűnnék onnan. Megyek. Nem egy rossz ötlet. És jövök vissza a bázisunk felé. Gurulok. Először még csak egynek a besugárzását láttam, gondoltam a szelelbának, aztán most már látom a négyet. Egyet felszállunk együtt? Felszállunk együtt? Aha, gyere. Én egy percre vagyok a leszállástól, de akkor megyek egy kört addig. Menj egy nyugodtan, mi még most taxizunk. Gyere, szállj le! Ez a kevés ügyben a nyugodban. Gyorsan beültem kipimpelni a gépet, átraktam egy másik skint. Szóval krasznodárékot kell ezt elkapnunk, ugye? Hát lehet igen, mert a másikok, ők csak így mennek körbe-körbe ezért felett, Krimsk felett az csapat. Na, fordulnak Ricsire rá. Ricsi, én még azért úgy jönnék a teljedből olyan 116 irányba. Oké. Miért nagyon meleg lesz a talaj. Darabos lesz a levegő. Ja. Ajaj, ez is valami, igen. Kettes finalon. Na, valami már Spike. Miért? Spike. Jó, akkor music on. Jó, mondjuk én vagyok a player, tehát így az eredeti misszióban ugyanaz van, hogy csak egy ember van, tehát nyilván pont azt fogják mérni. Ez mennyi volt? Hány grupot öltünk meg eddig? Voltak a 25-esek, volt a 31, volt egy 29-es grup, az 4, akkor ez a 2 van már csak. Azt hiszem. Igen, az első volt a 23-as emeldék, ha minden igaz. Igen, akkor ez a 2 grup van már csak. Akkor leszállok. Rendben. Oké, tehát látunk, vizuál. Vizuál. Ja, fölöttetek vagyok 20 000-rel. Touchdown. Eltűnök a kifutóról mindjárt. Rendben. Arclight, felszálltok utána rögtön forduljunk be nekik hotra? Igen. Kapi, én majd a 22 000-ről támadok. Erre az eltére nem infrát kell lőni? A runway tiszta, mehettek. Oké, kösz. Fogjuk.
150-nél rotálom. Páros? Airborne? Turning hot. Gőze, airborne. Fordulok balra. Páros. Lightok. Lights on. So loud. Spike. Ellenséges kontakt 28. Én felszállok jobb oldalon, és tömeg fejlő akkor neked jobb oldalon. 28 mérföldest, fogom. Ricsi, már leszálltam. Ja, akkor jó. Jó, van 2 7000-en, azt mind a kettőt fogom. Az egy, a bal oldalit fogom a 7000-en lévőből. Oké. Okay. Könnyű a jobb oldali. Hopp, valami elkapott. Fogom mindig mind a kettőt. R26 ET, azt honnan? Milyen messziről indítják? Nagyon. Ez volt a baj. Tudod hány izét lőttem rá a flárt? Viszont... Fox 3. Világított már az égben, amikor azt se tudtak eltéríteni. Úgy lőtt ki. Mert láttam visszalancs, és akkor ugye gyors reagáltam is rá. Az a baj, hogy ide kevés a mirázs. Fox 3. Na maradok. Hova jó a mirázs? Fox 2 környezetben. Vagy Fox 1. Hát az pont az. És az lőtt ki. Akkor maradok GCI-ba. Raven, mi szólom is? Ti... Vámon, ennyire szám lőttem, már ezt nem beítem, magyarit tettem előle. Ricsi, neked 53 fok, 2 mérföld. Arclight, 57 fok, 7 mérföld. 9000 láb. Megy Ricsi seggére. Ricsi, fordulj 88-ra. Fox 3. Viszalancs. Ricsi, break. Jó, defeated. Arclight, break left hard. Látom. Ricsi, 328, 3 mérföld. Még egy rakéta, Arclight. Fox 2. Azt hiszem az én voltam. Nem, az a Suicide volt, amit írott. De megint egy R73-mal kilőtt érted, de mennyi flárt lőttem ki? Zoli, 255, 3 mérföld. 2200 láb. Merch. Egyszerre lehet két hajtón még indítani az F15-ben. Ez ismételj rá, el fog menni mellette. Shift home, jobb shift home. Na jó, de akkor is külön indítok őket, nem? Vagy igen. Egyszerre beindulhatnak? Nem tudom. 700 láb, 800 lábon van, 1000 láb. Az nem elég erős hozzá, hogy egyszerre kettőt indítson. Jó, hát minden most kettő indul. Persze. Ez... Akkor lehet rám is ez a sorsvár. Nagyon körözít fölött. Manöver kill volt, bazd meg. Arclight?
86 fok, 20 mérföld. Két 27 magasságú Angel 5 és Angel 2. Mind a kettő neked cold. Illetve van egy harmadik, tőled 92 fokra, 23 mérföld, Angel 3 cold. Roger. Blind. Jó, azért elég jó, hogy lehet. Megvan. Mint a dökkeseik köröznek itt fölöttük. Igen, igen. Arclight, 84 fok, 16 mérföld, hot, Angel 3. Angel 3. Igen, Angel 3. Látom. 3-as. Kettes, hogy áll? Merre vagy? Ricsi? Kettes most indít. Ricsi, neked 165 fok, 5 mérföld, flank, Angel 2. Ricsi, 109 fok, 5 mérföld, Angel 3, hot. Foxy. Fox. Defeated. Nem úgy tűnik. Nem a tiéd, a Ricsi. Ja, jó, oké. Okay. Arclight. Flash. Splash. Arclight. 80 fok. 7 mérföld. Várja. Angel 1. Ricsi. 288, 2 mérföld. Szintén Angel 1. 27. Buddy. Arclight. Turn. Turn right. Mennyi? 280? 70 fok. Ricsi, 270, 1 mérföld, nagyon alacsonyan. Arclight, break. Ricsi, merge. Arclight, 90 fok, 2 mérföld. 1000, csökken a magassága. Ricsi, pont előtted van. 27, Angel 3. Kettes taxi runway-re. Merge, mind a kettőt merge. Fox 2. Hey, belopod. Igen, azt nézem. Szép. Na végre. És ha nem szállok, fölmaradok GCI-ba. Szerintem ennyi volt. Nem, még van. Igen, hol? Azt mondja, a következő kontakt mindkettőtöknek 276 fok, 85 mérföld, Angel 3. Flank. Én Winchester vagyok, úgyhogy... Megvárlak ebben. A runway-en vagy? Igen, ott fordulok el. Ezek ami krimsz körül, 4 mi 29. Ja, akkor... RTB, Real. GCI még nem megy angolul, úgyhogy majd rómajom. Nem baj, jó az magyarul is, értjük. Amúgy ugyanez volt az előző missionben is, hogy belelőttem a 27-be. Elkezdett füstölni, ott hagytam, aztán kiderült, hogy hát még nem halt meg. És akkor elkezdett ott RTB-zni, és visszafordultam érte. Csak akkor még annyival meg van spékelve a dolog, hogy hát légvédelem is volt. Ez jó nézett ki, ahogy azért ketten gunoltuk. Ja. Vagy legalábbis próbáltuk gunolni. Arclight, Runway Occupier.
leszállhatok? Gábor. Negatív, negatív, negatív. Kifutó foglalt. Vettem. Már rajta van. Mert rajta vannak, igen. Állnak kifutó foglalt. Akkor most szállok le, és ez nem most, hanem mindjárt leszállok, addigra ti már felszálltok, szóval... Ős, remélem. 3 másodperc múlva kettes pozícióban. Jó, akkor nem. Kettes bajnő, csak akkor jobban hoztam, és akkor körülünk, jó? Kettes pozícióban mehetünk. Akkor egy 3-as körbe. Ricsi, menj körbe, menj körbe. Vettem. Kettes Airborne. Oké, okay, tiszta a kifutó. Kettes. Akkor következő landoló én leszek. Negatív, Arclight közelebb van, övé a... Akkor jó. Mehetünk együtt nyugodtan. Hol vagy? Pont a másik oldalán van. Ricsi, onnan szállsz le a szögletes kifutóra? Lágy, oké, akkor mind a ketten a jobb oldalt fogjátok a kifutónak is. Ennyi. Rendben. Húzzatok jobbra egy kicsit mindketten. Pacsi! Ó, bazd meg! Hát ez kicsit... Te ott... Korán kapcsoltam be. Tűzoltókat kérnék, hogy is kérnénk hozzá. Hallod, én meg azt üzeltem, hogy mit csinál ő, és bekapcsoltam véletlenül a nose wheel steeringet, és kicsit megborult a gépem nekem is, de én egyben vagyok. Valamennyire. Én meg kidrifteltem. Gondolkodtam rá, hogy egy Fast and Furious! Most már nem lesz ellenség egyik waypointon se? Új, nem lesz. Az, ami, az van még, ami van. A 4 darab még. Hol vannak azok? Mondom. Krimsk. Azt mondja, tőletek... 273-87 mérföld, 3000 lábon vannak. Akkor megvárunk mindenkit rá? Szerintem várjatok meg. Így van, szuper. Maradott GC-ága. Akkor gyönyörködhetsz a kötelékrepülésünkbe, Gábor. Mhm, azt néztem. Light on, oké? Okay. Már próbáltuk rá bennel a smoke-kal ilyen aerobatikát is csinálni. Tök jó, hát. Úgyhogy én tettem föl piros meg fehér füstöt jobbra-balra, ő meg fehér meg zöldet. De ugye csak két füstöt tud húzni az F-15, de úgy nézett ki, mint a piros-fehér-zöld. Aha. Jól néz ki, jól nyomjátok. Nekem a beacon jelez, itt vagyunk a... Ja, itt vagyunk a marker felett. Igen, igen, pont a marker felett repültetek el. Request refueling. Request rearming. Nem várom már neki 18-at. Lesz, hogy az vajon miszt, tehát hogy elírták, vagy? Hát, lehet, hogy üteti fogás micsoda? Volt. Az F-16. Az ilyen.
Mondta amúgy a Wagner, mikor az F-18-ra repült, hogy hát vannak ilyen projektek, de mostan teljes erővel az F-18-ra fókuszálnak. De ez annyira távoli projekt szerintem, hogy még ilyen üzleti fogásnak is pofátlanság volt. Hát figyelj, a Kickstarteren, amikor volt, akkor a P-47 Thunderbolt volt az egyik ilyen, ó, hát ez nagyon jó lesz, ezt belerakjuk című. És nézd meg, van. Aha. Úgyhogy, ja. Mondjuk ígértek sok mindent, úgyhogy, nem, mindegy. Ja. Én először az F4 Phantomon azon dolgoznak? Azon a belszintek dolgozik, igen. Mondjuk én, aminek nagyon örülnék, az egy normális szerver oldali kliens. Micsoda? Hát igen. Normális? Standalone szerver. Ami nem olyan, hogy így elindítod a DCS-t, hanem mondjuk mint Armában, vagy Falconnál, vagy mit tudom, yeah, elindítasz egy command line-ban egy dolgot, és akkor szépen azt számol csak. És ha más nem csinál, és nem kell szarakodni azzal, hogy mit tudom én... mi az isteneket, a GPU-t ki kell kapcsolni, meg a nem tudom, tehát egy DCS szervert is elindítani, bazd meg, hogyha nem akarod, hogy nem akarsz játszani rajta, akkor olyan egy macera, hogy nem igaz. Zali, szoktatok még armázni egyébként? Ritkán, illetve hát amikor így szólnak, hogy figyelj most, akkor menjünk, akkor általában megyek. Jó, hogyha lehet, akkor beszállnék, mert nekem megvan az arma, aztán... Könnyű, hogy le kéne töltem a modot. Onwardot azt senki nem próbálta még, mi? Azt tudom, az mi. Nekem se ismerős. Az, hát mind az arma, olyasmi, csak VR-ba. Egy kicsit azért gáz, mert a touchpaddal, ahogy mész, kicsit ilyen motion sickness-ed van, de amúgy kurva jó, mert le tud dugolni sziklák mögé, meg fal mögé, és multiba lehet azt is játszani, sniperre ki tudsz szedni bárkit, mit tudom, hogyha kempelsz valamilyen szikla mögött. Lehet ilyen érdekes. Ugye az a Roomscale VR-ban elég érdekes mondjuk, ha le kell hirtelen feküdned a szőnyegre, hogy ha fedezékbe akarsz bújni, meg ilyesmi. Lefélez az asztalt. Igen, van rá esély. Én játszottam. Nem tudom, a VR nekem még mindig egy gimmick addig a pontig, amíg nem látom, hogy mit csinál a kezem valójában addig. Igen, nekem is ez a lágy bajom vele. Na, Real Review meg volt, rolling. Fel vagyok 11 ezeren. Jó, az 13-nak. Igen. Nem is nekem 13 ezeret adat. Nekem 11.750-et. Már mint a hoododon. Aha. A hoodod nem jó, mert a hoodod 500-zal magasabbról indul eleve. Mert innen szálltunk fel. Tehát én most a földön vagyok, és azt mutatja nekem a hood, hogy 500 láb magasan vagyok. Aha, 598-at mutat nekem is, de rád. Ez a tengerszint feletti magasság. Igen, amit ezért, amikor meg rámész a F10 mapon, akkor meg ezért AGL-t látsz. Ja, akkor azért. Aztán be lehet állítani külön, nem tudom. Akkor azért más, aha. Ezt most nem látta senki. Én veszek mindent. Majdnem leütött, Anyi? Egyre, mondom. 300 csomó sebességünk, Ricsi. Hú, volt egy kis lag. Volt egy kis lag, hirtelen Raven felém került egy 100 lábba. Bocs, az a netem miatt lehetett. Sajnos ez nem digi, úgyhogy néha előfordulnak kisebb lag spike-ok.
Milyen neted van? Nálunk a UPC-nek egy leányvállalata van. Tőlük van kábeles internet. 60 megás. Pedig a kábeles az jó szokott lenni. Néha vannak nagyon minimális ilyen lag spike-ok, de tényleg nagyon minimális. Ricsi, a sebességünk 270, ha csatlakozni akarsz. Hát itt vagyok már. Nagyon közel, szóval... Egyébként Zoli, nem tudod, az F10-ben a valós airspeed-et látom, ugye? Nem azért az indikátor. Nem indikét, azt hiszem. Igen. Na hát akkor felszállok én is. Jönnek rátok a migek. Megindultak. Örülünk. Mondom a... Airborne. Oké, mondom az irányt. Azt mondja a nagytől a 3-as csoporttól. 273, 70 mérföld, 6. Angel 30. 36, bocsánat, kurva magasan vannak. Fú, felmentek 36 ezerre. Aha. Arclight. 271, 70 mérföld. Oké. Okay. Hármat csatlakozunk egyeshez? Igen. Sorba jönnek, mint a libák. Úgy kell. Három mérföldes lépés közel jönnek felétek. Ricsi, nektek 273, 60 mérföld hot. Arclight, 275, 60 mérföld hot. Itt vagytok mögöttem valamerre. Én alacsonyabb pontokra se tudtok emelkedni, mert hogyha 35 ezeren vannak, akkor az kell. Jó, hajtunk mi teljes. Mit emelkedünk? Kettes. Megvagytok. Jó, 3-as, 4-es, lemaradt picit. Jöttek ugyanúgy felfelé velünk. De egy körülbelül, hát mennyi? Egy olyan... 2 mérföld. Egy. Azt fogjuk csinálni, hogy rámegyünk, mi 1-es-2-es rámegy a első kettőre, és ahogy pitbull van, mi kiválunk, és utána jöttök ti, és leszeditek, ami bennmaradt. Rendben. Oké, mondom akkor 1-es-2-es, nektek 273, 44 mérföld, és 269, 45 mérföld a két első cél, 3-as, 4-es. Nektek a hátsó kettő, 272, 50 mérföld, mindannyian 33 ezeren lábon vannak. Kettes úgy fogjuk csinálni, hogy felmegyünk hát 30 ezerig, és mind a kettőre indítasz. Mind a kettőre, rendben. Az első kettőre. Az első kettőre, igen. Ricsi, merre vagy, nem látta? Hű, hát én most már 26 ezeren vagyok. Első kettőbe fogva. Ricsi. Raven, előtted van. Spike 12 óra. Ricsi. Gond az, hogy a telébe van legelől. Így van, Arclight van legelől. Akkor nem. Nem baj. Arclight, 275. Csak 20 ezeren vagyok. Én 275, 23 mérföld. A másik 270, 21 mérföld. Látom nem ott a kettőt. Első kettő range-en belül lesz. 10 másodpercen belül. És amikor megvolt az atakod, akkor teszel egy kört. Fox 3. És... Missile launch. Fox 3. Mindeket és
kitérsz. Break. Megy rád. Trekkel még mindig. Pitbull. Trekkel, Arkhan, break. Goose, break. Fox 3. Break jobbra, jobbra, most, jobbra. Oké, okay, defeated. Arclight. 257, 4 mérföld. 40 ezeren. 3-as, 4-es. Hogy vagytok? 269, 11 mérföld. Tér ki, Goose, jobbra. Húz balra, 266, 6 mérföld, 24 ezeren. Ricsi, 268, 12 mérföld, 22 ezeren, flank. Arclight, break. Arclight, Goose, merge. Ricsi, break. Fucker. Defeated erőben, ismételj rá. 342, 2 mérföld. 19 ezer láb. Arclight, merge. Ah, esélytelen. Szép splash. Szép volt. Mondom a következőt. Már coldra van nektek. 242, 15 mérföld, megy hazafelé. 1500, ez nagyon alacsonyan megy, lenne a földön. Bocs, Ricsi, későn vettem észre a Fox indítást. Én láttam, úgyhogy... Buddy. Valószínűleg Raven-t fogod, ő van előtted. Ő fogott engem. Merre ja. Nem látom már. Lezuhant. Szerintem lezuhant. Nincs már? Nincs. Mehettek haza. Tiszta. Lén. Na, oké. Akkor egy alattatok megyünk föl, jó? Matok. Jó, rendben. Akkor. Set nav 1. Vagy mi ez nav 0? Mit látok valakit? Csatlakozok az, hozzá. Az Arclight lesz. Raven, neked 87 fokra vannak a társaid. 4 mérföld. Akkor Arclight 1-es. 2-es csatlakozik 1-eshez jobbra. Most mit csináltam én itt a géppel? Halljátok? Nem látom a kokpitot. Ez milyen komba? 11 Alt-F2-t nyomtál, vagy Alt-F1-et. Az a no-hard, vagy no-kokpit hard mode. Mondom most. Most 116 fok. Ott vannak pont előtted. Arclight, azt mondja, home plate 100. 27 mérföld. Uh-huh. Én nekem bent van már az ILS mód a navigáció. Nesze, világítok neked, jó? Meglátom. Nem úgy, ezével. 1-1-0 az irányunk. Igen, 1-1-0 és 1-1-3-ra vannak tőled. 1-1-2. 4 mérföld. 4 mérföld, 11.300 láb. 14.000? 11.300 láb. Hát pedig egy magasságban, hogy viszont látom őket a levegőt. Lövök flert. Azért nem látod, mert coldban vannak neked. Még lesznek célok? Nem lesznek. Már ennyi volt. Hat grup. Raven, ott vannak neked 11 órában, egy kicsit alacsonyabban. Ott kormolnak. Öt kilométer, 113 irányban. 108. Most
most egy órába. Ott vannak előtted, egy kicsit jobbra. Nézd itt a flare, hegy. Hát, ha ezt nem láttad. Látom. Na, jó. Azért ez a GCI meló se egyszerű. Hát nem. Főleg, amikor besűrűsödik és mondjuk 8-an harcoltok ott. Azután még valaki valamit? Én nem már. Én is aludni inkább. Ja. Goose Raven. Én kicsit helikoptereznék már. Nagyon régen ültem Huey-ba. Raven? Jó lenne egyszer összerakni egy olyan összható rőnemi küldit is. Le tudnánk refinni, hogy összerántani a hunavtagokat. Hú, de jó lenne. Most el tudom képzelni, hogy 50 hunavtag így feljönne és repülnék. Hát az hihetetlen lenne. Én helik, CAS, CAP, GCI, JTAC, mindent együtt. De nem is jelentem, tehát olyan kevés aktív ember van a hunavban. Pedig vagyunk 100-valahányan. Az a bajom, hogy mindenkinek máskor van szabad ideje. Igen, az meg a másik, ezt akartam mondani, hogy sokan úgy játszanak, hogy mit tudom én, délután vagy mit tudom én, akkor, amikor mi nem vagyunk, meg igen. Van sok ember, aki például csak single playerbe játszik, és kész. De nem baj. Aki a show business-be dolgozik, az főleg hétvégén vagy este dolgozik, ugye? Igen. Aki rendes munkaidőben az... 3.90-nel mennek. Mindjárt jövök. Kicsit lassít, mert nagyon gyors vagy. Mindjárt jövök, hülye ötlet ilyenkor, mert... Vagy nem te vezetsz itt mellettem? Mindegy... Nem. Ricsi a földön van. Fordulunk jobbra. Úgyhogy... Kettes. Mennyi át a bal oldalamra? Vagy a... Igen, a bal oldalamra. Tudom tartani, hogyha fordulunk jobbra. És közben süllyedünk 5 fokot. Kettes. Na, szépen álljatok össze, fotózkodás lesz. Most hölgyök is. Igen, na lehet. Ez már majdnem Blue Angels. Egy dologra biztos, hogy nagyon jó lett ez a 2.5, még például a print screenekre. Gyönyörű fényképeket lehet csinálni vele. Most a fix szárnyú drónoknak a vész leszállását csináljuk. Na szóval visszatérve egyébként erre a hunavtag aktívra, meg ugye nagyon sokan nem is innen játszunk Magyarországról, hisz vannak egy csomóan, akik vittőjén Amerikából, azt hiszem van egy tagunk Amerikából is, ugye jól emlékszem, Zoli? Nem tudom pontosan.
Tehát ugye most itt van az új srác, aki Kínából játszanak, van akik, mit tudom én, Angliából. Na jó, de hát ez miért van... szabad? Ó, tényező. Csak az idő eltolódás. Az idő eltolódás miatt. Gondolj bele, ő is mondjuk, mit én például a srác, aki Kínából játszik, ő is mit én dolgozik, mit én reggel 8-tól délután 4-ig, az ugye nálunk egy teljesen más időzóna. Mondjuk, ja. Tehát... Lehet, hogy hajnali 4-kor játszik. Mondjuk az érdekes lenne. Hát várjál, Kína tőlünk, hogy is van? Ők előrefelé van, előrefelé van. Plusz 8. 8-al? Hát... hát úgy van, hogy valahogy, hogy iha, amikor nálunk van reggel 8, akkor ott délután 4, azt hiszem. Akkor lehet, hogy 10 óra, nem 8. Mindegy. Mindegy, tehát pont az lényeg, hogy érted, hogyha amikor ő hazaér melóba és esetleg tud repülni, akkor mi megyünk el dolgozni. Igen. Na jó, de ez egy ember. De ahogy megnéztem a Hunternek az ilyen összesítését... Kiegyenesítem. Azért ott elég sok magyar volt, magyarországi, úgy értem a magyar. Tehát, hogy érted. Mégsem nagyon aktívak. Na jó, de gondolj vele, már nagyon sok embernél család van, gyerek. Nyilván. Feljön, mit tudom, van egy fél óra órája, gyorsan belül valami single player mission-t, azt repüli, tehát... Flaps. Biztos megvan rá az akuk. Nyilván Lugget persze, az lenne az ideális, ha mit tőlem... Lassítsunk 200-ra. Minden este ilyen 5-10 fős repülések lennének, de hát... Jó, hát az... az már kemény lenne. Hogy fellépsz, aztán mindig van 2-3 ember minimum. Forduljunk rá a runway-re, mit szóltok? 3-as. 2-es. De... kicsik ez. Hát, miért ne? Mondom, gír. Azért. Hű! Nem oda néztem, bazd meg. Hülye. Erről készült felvétel. Tudom, nekem is. Elbasztom, mert nem kell volna kiengednem, annyira lassan jöttünk a hátsó téket, téklapot. Ráértem volna, amikor leérjük akkor. Na jó van. Mondjuk azért Zalinek is egy kicsit beremegett a gép ott a földön. Ja, mert megint jóta vagyok, és az egyik... Nem tudom miért, egyébként lehet, hogy a pedálom ilyen szar. De elő szokott fordulni az, hogy hiába nyomom meg egyszerre a két pedált, hogy fékezzen. Egyszerűen az egyik az jobban fékez, mint a másik. És elkezd gurulni az egyik, vagy elkezd csúszni az egyik irányba ez a gép. Aha.